ajánlott. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Irodunk vendégei Szedlák Alexandra, illetve Fehér Dóra, az U19-es floorball válogatott játékosai. Szervusztok, üdvözlök benneteket. Adás előtt nagyon izgultatok. Meccsen is izgultok egyébként? Én mindig izgulok meccs előtt, nagyon izgulós vagyok. Na most jön egy világbajnokság, ugye Lengyelországban. Igen. Oda is így fogsz kimenni? Hát szerintem nálam természetes az, hogy izgulok. Uh-huh. Jó dolog. Meccs előtti druk sokkal jobban felpörget. És akkor jobban is játszol? Igen. Hogyha nyugodtan mennél ki, akkor lehet, hogy nem lenne olyan jó a játékod? Igen. Lehetséges. Nem szoktam nyugodtan kimenni. Dóra, számolod már vissza a napokat? Hát igen, nagyon várom már, és már minden napot számolok én is vissza. Ez az első VB-tek, vagy már volt már? Nem, nekem ez a második világbajnokságom. Nekem ez az első lesz. Akkor... Én nagyon izgulok, hogy... én is. Tehát Alexandra is izgul. Hát igen. Hogy lesz fiatal lányokból, floorból játékos? Ez nem egy mindennapi sport, sajnos ugye. Hogy lesz belőletek? Hogy lett belőletek? 9 évig jégkorongoztam, utána azt abbahagytam, de nagyon hiányzott a sport, valamit kellett csináljak, és így jött a floorba, az lényegében hasonlít a jégkoronghoz. Igen, ezért szárazföldi. Igen, ezért választottam ezt a sportot. Úgy van ütő, hasonló jelleg, ugye? Igen, csak nem annyira kemény, durva. És nem korongva, hanem labda. Labda az kemény? Igen, ilyen kis lukacsos. Tehát, labda, hogyha megütik és találkozik a... Csíp. Igen, az csíp, erős. Az csíp. Igen. Akkor neked a jégkorongos múltad végül is adta, ugye? Igen. És miért hagytad abba a jégkorongot? Hát volt egy sérülésem, ami miatt hagytam abba. Sajnos már nem ment úgy, ahogy régen. Nem, úgy érezted, hogy nem igen. tudnál. És itt jó minden? Igen, nagyon jó. Tehát a sérülésed szeretem. Semmi? Semmi, szerencsére. Dóra, te hogy kerültél a sportál közelébe? Hát én úgy kerültem ide, hogy vívtam előtte, de ezt már annyira nem szerettem, és kerestem valami sportot. És hát pont jött egy tesi tanár, ugye, aki most az edzőm és az iskolába, és akkor ő ismertette meg velem. És hát szeretem a labdajátékokat is, és így kipróbáltam, és nagyon megtetszett, és ezek után elkezdtem ezt. De hogyha más a testtevő tanárod, akkor lehet, hogy most nem ülünk itt, hát és nem igen, beszélgetünk, igen. Ugye? Igen, hát pont úgy jött, és ő jött, és akkor így szerencsére megismertem is, ez a lényeg. Mennyit tudtok edzeni? Mennyit edzetek? Heti 3 edzésünk van, plusz ugye minden hétvégén meccsünk. 2 korosztályba játszunk, OB1-be és U19-be, van akik még játszanak U16-ba is, van bőven edzésünk. Felnőttek között nem még, ugye? De felnőtt, OB1, ez felnőtt bajnokság. Felnőttek között játszotok. És jól megy? Igen, szerencsére. Itt igazából itt mi lehet egy célja egy játékosnak? Tehát ugye tudjuk, ha valaki elkezd bunyózni, akkor te szeretne olimpiai világbajnok lenni, stb. De nálatok, egy floorballnál, mi lehet a cél? Válogatottba kerüljön valaki, világbajnokságra menjen, esetleg ha valaki nagyon jó játékos, akkor külföldön játszom. Van arra mód? És példa, hogy magyar floorball játékos igen, van arra leigazolt példa. A külföldi példa csapatban? Például az én egyik csapattársam, ki játszik most Svájcba. Na. De ritka. Kint teljesen más a floorball, mint itthon. Sokkal jobban el van terjedve, több csapat van, több edzésük van. Kint sokkal jobb.
Itt még gyerekcipőbe jár? Igen. De lehet, hogy rajtatok is múlik majd, hogy mennyire fog elterjedni ez a sportág, nem? Hát igen, reméljük azért. Jönnek a sikerek, és egyre többet beszélnek erről a sportágról, akkor talán egyre több ember egy után lesz, hogy van ez a sportág. Igen, kevesen ismerik sajnos, ez a baj. Mi a szép ebben a sportában? Téged például mi az, ami megfogott? Hát, hogy csapatjáték, hogy labdajáték, én ezeket mind nagyon szeretem. És, de mehetél volna röplabdázni, kézlabdázni is. Jó, igen, igen, de végül nem tudom, nekem meg ugye ütővel kell játszani, az is tetszik benne. Nagyon jó csapatba is kerültem, szóval ezek miatt idejöttem. Maga a közösség akkor az igen, teljesen igen, igen. Jó. Hol játszottok, melyik csapatban? Phoenix Fireballba. Csapattársak vagytok, igen. Akkor, ugye? De te a csapatnál jól tudom, centert játsz a válogatottban, meg hátvédet. Igen. Hogy? Hát az edző hátra rakott be. De szeretek hátul is játszani. Nagyon felelősségteljes poszt. Itt is így kell elképzelni a posztot, mint a jégkorongnál? Igen, pont úgy. És nem hiányzik a gólütés? Hátulról is lehet gólt ütni. Szoktatok? Igen. Itt mennyire van ütközés, mennyire sűrű a test-test elleni küzdelem? Hát azért van test-test elleni játék, de nem annyira komolyan. Azért néha van egy-egy ütközés, a lányoknál nem annyira. Ugye a mai beszélgetésünk témát az, hogy ugye a hónap végén, azaz jövő héten mentek ugye lengyelországi világbajnokságra. Mi az elvárása a magyar csapattal szemben? Hát, nagyon szeretnénk bennmaradni az A divízióban, mert jelenleg ott játszunk. Szeretnénk magunkból kihozni a legtöbbet. Mi kell ahhoz, hogy bennmaradjatok? Hányan vannak? Legalább egy meccset meg kell nyernünk. Hányan lesznek? Hány ellenfél van? Hány? Hát a mi csoportunkban rajtunk kívül még vannak hárman. Mi a B csoportban vagyunk, és a másik csoportban ugye négyen. Négyen. Igen. A csoporton belül kell egy meccset nyerni? Igen. Tehát a három ellenfél közül egyet meg kell verni magyarul. Hát, igen, nem muszáj csoporton belül megverni. Ugye a hetedik helyen, ha játszunk, az nem a mi csoportunkból lesz, és akkor őket kéne megverni. Uh-huh. Tehát csoportban esetleg hátul. De hogyha csoportban megnyerünk valakit, az nagyon jó lenne. Tudjátok már, kik vannak a csoportban? Igen. Svédország, Svájc, Szlovákia, és mi. Hát? Kemény lesz. Igen, papírforma, ugye ez... A szlovákokat jól lenne megfogni. Igen. Talán ők talán azok. Igen, ellenük lenne esélyük. Játszottatok már a szlovákok ellen? Én játszottam már az előző világbajnokságon is. És? Mi volt akkor az eredmény? Hát kikaptunk. Mennyire? Már nem emlékszem, talán 4-0. Uh-huh. Nagyon kemény meccs volt. Most talán meg lehetne őket fogni. Ugye más a csapat, újraépült, jöttek igen, új igen. Játékosok. Talán most... Tehát lehet, hogy a mi fiataljaink jobbak, mint az ő fiataljaik. Ugye, Dóra? Hát reméljük. Talán őket meg tudjuk fogni. Akkor nem szabad azzal foglalkozni, hogy mi volt tavaly. Nem, csak előre kell nézni. Egyébként mennyi meccset játszik a válogatott? Mennyire tudtok összeszokni? Hát mivel nagyon sok meccsünk van a klubcsapatainkkal, ezért nem volt annyi lehetőségünk meccset játszani, de azért játszottunk. Nagyjából össze vagyunk szokva. Vannak olyan sorok, akik előző világbajnokságon is együtt játszottak, vagy a csapatokban együtt játszanak, szóval azért össze vagyunk szokva, megtaláljuk egymást. Uh-huh. Például ebben az évben milyen eredményt ért el a U19-es válogatott? Kikkel játszottott? Volt? Hát edzőmeccseink voltak fiúk ellen, meg budapesti csapatok ellen. Uh-huh. De akkor úgy más nemzet ellen barátságos meccs sem volt. Nem. Nem hiányzik? De, nagyon hiányzik, jó lenne. Csak hát nincs nagyon idő rá, mert minden hétvégén ugye meccsünk van, mind nekünk, minden csapatnak, és így hétvégenként kéne ugye ezeket megcsinálni, de sajnos nem lehet nagyon. Szombaton és vasárnap is van nektek meccs? De attól függ, ugye két több korosztályban játszunk. Igen, ezért kérdeztem, hogy, mert gondolom az nincs, hogy... Csak szombaton van, amikor, lemegy mind a három korosztály, két van, korosztály. Van, amikor csak szombaton van, amikor szombaton vasárnap is, változó, attól függ.
Akkor egész hétvégén florból? Igen. Az jó akkor. Suli, megy? Hát megy, de elég nehéz összeegyeztetni a tanulást a sporttal, de ott is helyt kell állni, szóval nehéz. Igen? Heti 3 edzés. Az olyan sok. Meg kell oldani végül is. Én azért mást is edzek mellette, szóval így nehéz, de ezt is meg kell oldani. Mást is sportolsz? Igen, igen. Még pedig? Táncolok, akrobatikus rekendőr. Na tessék. És te? Én nem sportolok. Abban is van heti 3 edzésem, szóval így. Akkor neked sűrűbb össze kell egyeztetni a kettőt. Program. Igen. A válogatottnál mennyire számítotok szenderi játékosnak? Tehát ott vagytok? Hát én második sorba játszok hátvédet, szóval. És te, Dóra? Hát én harmadik sorba játszok, de hátvédet én is. Te is hátvédet. Igen. Akkor. Te már jövőre felnőtt leszel. Igen. Dóról még jövőre is U19-es. Igen. Éppen ezért nehéz lesz bekerülni a felnőtt válogatottba? Biztos, hogy nehéz lesz. Nagyon esetleg kemény. Itt egy jó szereplés adhat egyfajta lökést nektek? Igen. A kiöregedő... Mindenféleképpen látják az edzők, hogy akarjuk, jól megcsináljuk, akkor biztos be fognak minket hívni edzésre. Mi kell az, hogy azt lássák, hogy... Harcosnak kell menni, oda harcosnak kell menni. Kiadok magamból 120%-ot, oda teszem magam. De ez mindig így van, mindig nem? Mindig így van. Persze azt szokták mondani, hogy nőknél azért vannak időszakok, amikor nem igazából harapnak. Hát nálam ilyen nincs. Harapsz akkor, keményen. Tartanak tőled egyébként itthon? Nem tudom, biztos. Mennyire ismeritek egymást? Gondolom, ez egy ilyen kis család, ez a floorball család, ugye? Jól ismerjük egymást. Itt mindenki ismeri a másikat. Igen. Te csapatok mennyire tudnak megújulni?
nagyon nem, itt mindenki ismeri a másikat, mindenki tudja, hogy ki mit játszik. Igen. Ugye? Igen. Tehát, hogy előre borítékolhatóak általában, ugye az eredmények nem, is, mert mindig nem? Meg tudjuk lepni egymást. Van, amikor valamelyik csapatnak jobban megy, meg tudjuk lepni egymást. Nem egy népszerű sportág, ráadásul ti még hölgyek is vagytok, ugye? Azért van akkor csapat, azért akkor űzik, azért vannak igen, lányok, akik vannak. Lemennek is flottbóloznak akkor. Igen. De a suliban mondjátok, akkor furcsán néznek rátok? Hát, ugye miután nekem, vagy hogy ugye van itt egy flottból edző, aki a tesi tanár, így már nem, de amúgy előtte még én is furcsán néztem, mielőtt még nem ismertem ezt, hogy mi is az. Jégkorongozóknál nem annyira volt idegen, ugye ez a flottból? Nem. Tehát ők ezt tudták, hogy igen. A szárazföldi. Igen. Másuk. De ezzel megsértődnének erre a jégkorongozók, ugye? Mire? Egy szárazföldi mások. Hát, nem tudom. Hasonlít? Na, jó, nagy vonalban igen, de úgy szerintem mégis. Szerintem hasonlít. Igen? Igen. Ajánlanád más jégkorongozó hölgyeknek, és akár olyat is, hogy jégkorongozó is, meg florboros is? Van ilyen átjárás? Hát vannak olyan volt csapattársaim, akik áttértek a floorballra, ők is abba hagyták a jégkorongot, de én mindenféleképpen csak ajánlani tudom, nagyon jó sport. Akik jégkorongoztak, nekik előnyük is van bennem, ugye nem kell külön megtanulni az ütőtechnikát, a labdakezelést. Itt hogy van a menetidő meccs? Ugyanúgy, mint a jégkorongban, 3x20 perc. Akkor minden ugyanaz végül is. Kapuméret? Az is hasonló, nem? Igen. Igen. Akkor majdnem minden ugyanaz. Védőfelszerelés itt is van, csak nem annyi. Hát ugye védőfelszerelés nem abszolút nincsen. Nincs? Nincs. Lábatokon sincs? Semmi. Semmi? Nincs. Fölmentek ütővel. Igen. És akkor ütitek a labdát. Egyedül a kapusnak van. Igen. És jön a labda felétek nagy sebessége, akkor elugratok. Nehogy. Nem ugrunk el. Nem? Beleállunk. Tehát azt mondtad, hogy csíp? Igen. Hát de muszáj beleállni. Blokkolni kell. Főleg, aki hátul van, ugye? Igen. Ez hogy néznek, hogy elugrik a labdát? Van ilyen egyébként? Nem, azért nem. Mindenki beláll. Mindenki odafigyel, ha? Meccsen, meccs közben most bajnoki meccsre gondolok itt. Van olyan, hogy beszélgettek az ellenfél játékossal? Kakaskodtok? Persze, szokott lenni egy kis kakaskodás, főleg kapu előtt. Néha oda szólogatunk egymásnak. Akkor teljesen komolyan profint csináltok, nyerni akartok, igen. És akkor... De meccs után minden rendben, béke akkor. Sérülés volt már egyébként? Hát nekem volt. Még az első évemben bokaszalag szakadásom volt. Rosszul léptél, vagy? Igen, fellöktek, és rosszul estem rá. Aha. De ezen kívül más nem volt. Fellöktek? És neked, Dóra? Nekem szerencsére még nem volt. Mert itt nem lehet olyan könnyen megsérülni, ugye? Tehát ez eléggé normális sportág, vagy? Hát azért meg lehet sérülni, főleg azért, hogy a lábunkat nem védi semmi, elég egy rossz lépése ahhoz, hogy kimenjen valakinek a bokája. Uh-huh. Cipő, mindegy, hogy ki milyen cipőben van? Teremcipő. Jó, de azon belül, tehát mindegy, hogy most magas szárú vagy. Hát igen. Hát mindenki de... szárúban játszik. Igen. Értem. Mennyire lehet nyomon követni akár az interneten maga a nemzetközi floorball életet? Abszolút nyomon lehet követni. Szoktátok? Figyelitek? Szoktuk, persze. Mert különféle sportcsatornákon is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elvétve látni floorball mérkőzést. Akár felnőtt nagy tétmérkőzést. Igen, interneten lehet inkább követni az eseményeket. Így mert nehéz köztudatba benyomni, hogy van ez a sportág is. Te egész évben játszatok egyébként? Igen. Jégkorongozókkal szemben? Akkor ti... Hát nálunk is van ugye szünet, nyáron. Nem úgy egész évben. Tehát ősszel, télen, tavasszal, akkor pörög a történet akkor. Mi lesz, ha kiestek világbajnokságra? Ilyenre nem gondolunk. Igen. Mindenféleképpen benne szeretnénk maradni. Azért megyünk. Tehát egy győzelem mindenképpen benne van a csapatban, azt mondjátok. Igen, bennünk van. Nem a szlovénokkal, a szlovénokkal játszotok? Szlovák. Szlovákokat veritek meg akkor a másik ágról valakit.
másik csoportból ugye. 7.-8. helyért vívandó mérkőzésen. Kabala? Nincs kabalánk. Nincs. Neked? Nincs. Felkészültök, és akkor mentek. Ilyenkor még hogy lehet készülni, vagy már ráhangolódás van? Hát már ráhangolódás van. Múlt héten még volt egy edzőmeccsünk, mert mindenki nagyon várja. Ki ellen? Fiúk ellen? Fiúk ellen. És mi lett az eredmény? Nem számoltuk, de jó meccs volt. Ne is kérdezem, hogy ki nyert, ugye? Mi nyertünk. Biztos? Fiúk is ezt mondanák? Persze. Persze. Akkor egyben van a csapat egyébként? Nagyon egyben van a csapat, nagyon egységes. Jó, de játszani. Ki a kapitány? Ki a szövetségi kapitány a csapatnál? Leitner Tamás. Ő az Eger edzője. Minden játékos egészséges, ugye? Akkor akit be akart hívni. Igen. Iskolából elengednek benneteket? El. Nem okoz Igen. problémát? Nem. Hát legfeljebb majd Alexandrán beírnak egy-két egyest, nem számít. Főleg, hogyha úgy jöztök haza, hogy nem értek. De úgy fogunk hazajönni. Győzelem? Meg leszünk, Igen. ugye? És akkor maradtok a A csoportba, ugye? Igen. Ennél nincs feljebb, ugye? Nincs. Akkor lényeg az, hogy ott kell tartani akkor a magyar U19-es válogatottat a legmagasabb csoportba. Igen. Idén lesz még egyébként meccsetek? Erba bajnokság, vagy ezzel most le van tudva a világbajnoksággal a nemzetközi megméretetés? Ezzel most le lesz tudva. Erba bajnokság, vagy ilyesmi? Nem. Nem szokott lenni. Nem rendeznek? Nem. Csak világbajnokság? Nem. Igen. És világkupa, vagy hasonló jellegű? Nem. Csak VB is akkor ezzel. Igen. Minden évben van világbajnokság? Két évente. Két évente? Igen. Hát igen. Így nehéz eladni azért. Igen. Szóval kell lennének az események, ugye, hogy el lesz adni egy-egy sportágot. Igen. Több is az esemény is. Legalább akkor itthon kellene minél több rangos tornát létrehozni. Jó lenne nagyon. Szoktak lenni, de nem annyira elterjedtek. Inkább csak ilyen hazai csapatoknak. Igen, sajnos még olimpia sporták sem, szóval, de lehetséges majd, hogy lesz. Szóval abban reménykedünk, hogy ez lesz. Majd ti vagytok az úttörők? És lehet, hogy majd, amikor nagymamák lesztek, akkor már minden szép és jó lesz a női futballban, és akkor azt elmondhatjátok majd, hogy ti voltatok a úttörők? Hát, igen. Akik kitaposták az utat. Mert ennek is lenni kell, elsőnek is lenni kell. Igen. És az meg fontos, hogy tényleg egy jó szereplés. Legalábbis, hogy a világbajnokságon akkor ott legyetek. És a legmagasabb csoportban akkor. Egyébként ő kevés nemzet őzi ezt a sportágot, hogy nincs Európa bajnokság, vagy tudjátok az okát annak, hogy miért nincs? Nem tudjuk, miért nincs, de szerintem sokan, sok nemzet csinálja, szóval. Mindegy, ez legyen az ő problémájuk. Igen. Jön nektek a világbajnokság, arra kell koncentrálni. Edzés lesz még? Nem. Hát már mint a klubcsapatunkban még lesz egy edzés ma is, meg holnap is. Hétvégén még lesz egy fontos meccsünk. Aztán hétfőn indulunk. Hétvégén bajnoki meccs? Igen. Mind a ketten pályára Igen. léptek. Ez a OB1? Igen, harmadik helyen játszunk hétvégén. Igen? Igen. Ki ellen? Pillangók csapata ellen. Ki lesz a győztes? Mi? Mi lesz? Biztos, maga biztos. De így kell, így kell. De akkor így kell a világbajnokságra is kiutazni keményen. És nem törődni semmivel, hogy ti hogy készültetek. Igen, ott kell kihozni belőlünk magunkból a maximum. A pályán már semmi nem számít, hogy ki hogy készült. Igen. Na, lányok, ehhez kívánok akkor nektek sok sikert. És legyen meg legalább az egy áhított győzelem. Az, hogy mikor lesz meg, az mindegy, de legyen meg akkor, ugye? Igen. És akkor meg lesz akkor. Meg lesz. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. További sportosat. A Dino Sporthíradó szakmai partnere a Magyar Birkózó Szövetség.